Teázza polgármesterrel. Az egyik nagy áruház parkolójában várt a lakossági fórumra a Szent Istvániakat a városvezetés. Látni és látszani. A nappalok rövidülésével ismét előtérbe került a gyakran ismételt motto. Versengés a Gemencben. Vasárnap rendezik a 4. Mogyi Trail terepfutó versenyt. Kedves nézőink, köszöntöm Önöket! Kezdődik a híradó a Bajai Televízióban november 4-én pénteken. Teázza polgármesterrel címmel tartott kihelyezett fogadóórát Nyirati Klára polgármester. A városvezetés egy 10 alkalomból álló fórumot hirdetett Baján, amelynek első állomásán a Szent Istváni városrész lakói számolhattak be az őket érintő aktuális észrevételekről csütörtökön délután. A résztvevők elsősorban a helyi postahivatal bezárása kapcsán és az utak állapota miatt kérték az önkormányzat segítségét. A korábbiakkal ellentétben ezúttal nem a polgármesteri hivatalban, hanem külső helyszínen, az egyik helyi bevásárlóközpont parkolójában várt a lakossági fórumra az érdeklődőket a városvezetés csütörtökön délután. A Teázza polgármesterrel akció célja, hogy a bajaiak saját lakókörzetükben mondhassák el a városrész állapotával, fejlesztésével kapcsolatos észrevételeiket, véleményüket. Azt vettem észre, hogy a várospolitikai fórumokon 3-4 ember jelenik meg. És nem hiszem el, hogy nem érdeklődnek az emberek a város ügyei iránt, és ezért azt gondoltam, hogy hát ha nem megy a hegy Mohamedhez, akkor Mohamed megy a hegyhez, és ezért 10 ilyen alkalmat tervezünk, 10 különböző helyszínen, a 10 város részben, és ebből az első azért is Szent István, mert egyébként Szent István azért a tényleg a szívem csücske, egy nagy város rész, és tényleg el van maradva. A helyiek közül a legtöbben a bezáró postával kapcsolatban keresték meg a polgármestert. A Szent Istváni telephely ideiglenes megszüntetésével ugyanis a majd 11 ezer főt számláló lakosságnak ezentúl a belvárosi fiókban kellene intéznie ügyeit. Ez azonban sokaknak nehézséget okoz. Senkit nem kérdeztek meg egyáltalán. Nem is tudtunk róla. Most egy-két nappal ezelőtt. Az interneten. És akkor ott a rengeteg csekk, meg a fizetnivaló, meg mindent, hogy megyünk be a városba, könyörgöm. Igen, hát és akkor a busszal bemegyünk, netán az egyik busszal, akkor ott lehet, hogy 40-en vannak előttem, akkor szépen megvárom, míg oda sorba kerülök, kiballagok a busz megállóba. Mondjátok, ne integessetek, mondjátok, igen. És akkor addigra, mire odaérek, elmegy a busz. A lakosok szerint azért sem szerencsés bezárni a Szent Istváni postahivatalt, mert bár a számlákat online is be lehet fizetni, a helyi nyugdíjasok többsége nem boldogul az elektronikus ügyintézéssel. A találkozón az utak állapota, az uszoda kérdése és az ingyenes buszközlekedés témaköre is előkerült a beszélgetések alkalmával. Városközpontú lett a dolog, mindenki csak a városközpontból indul egyszerre, és mindenki a városközpontba érkezik. Tovább ne akarjon menni, majd 2 óra múlva. Tehát se kórházba, se köztemetőbe, sehol máshova. És ezen felül pedig úgy lettek összeállítva a járatok, ugyanhogy van például Szent Istvánra 29-es, 19-es, ami az egyik, ugye Dózsa-Györgyön jön ki, és kis sávon keresztül megy vissza. A 19-es ennek a fordítottja. Ez azt jelenti, hogy a 29-esből jön 10, a 19-esből jön 1. A városvezetés eredményesnek ítélte az első találkozót. A polgármester elmondta, minél előbb igyekeznek reagálni a megkeresésekre. A posta ügyében például ígéretet tett arra, hogy kapcsolatba lép a megfelelő szakemberekkel, illetve segítséget kér Zsigó Róbert országgyűlési képviselőtől. A kérdésben ugyanis az önkormányzat önmagában nem tehet semmit. A kihelyezett fórumok a továbbiakban is folytatódnak. Legközelebb november 10-én csütörtökön a Lőkecsori óvodánál várják az érdeklődőket délután 3 órától. A Szent Balázs Katolikus Általános Iskola diákjait fogadták pénteken reggel a Városházán. Telek Zoltán közbiztonsági referens körbevezette a 4-es tanulókat a Grassalkovics palota termein, közben pedig elmesélte nekik annak történetét is. A tanulók a kirándulás során bepillantást nyerhettek az önkormányzat működésébe is, és kérdéseket is feltehettek a hivatal munkatársának, aki készségesen válaszolt ezekre. A gyerekeket láthatóan magával ragadta az épület milliója és története. Telek Zoltán hozzátette, a lehetőség továbbra is fennáll, a titkárságon történő előzetes időpont egyeztetés után a jövőben is szeretettel látják az érdeklődő csoportokat.
Az őszi-téli időszakban jellemzően megnő a közúti balesetek száma, ezekért gyakran a rossz látási viszonyok a felelősek. 2012-ben indult el az országban a Látni és Látszani közlekedésbiztonsági kampány, amelynek keretében a rendőrség munkatársai az ország több településén is hasznos tanácsokat és ajándékokat adnak a kerékpárosoknak. Baján pénteken reggel a piac mellett került sor a figyelemfelkeltő akcióra. A rövidülő nappalok mellett az elmúlt hetekben reggeli és éjszakai ködöt is tapasztalhattak a közlekedésben résztvevők városunkban. Ilyenkor kiemelten fontos az, hogy megfelelő láthatás segítő eszközökkel rendelkezzünk az út megkezdése előtt. A 10 éve, 2012-ben indult Látni és Látszani című kezdeményezés során pénteken reggel Baján is akcióval készültek a rendőrség munkatársai. Gedovics Zoltán a piac mellett várta az érdeklődőket, hogy tanácsokkal lássa el őket. Ennek az akciónak ugye az a célja, hogy ingyenesen adunk az érdeklődőknek a láthatóságot segítő eszközöket, mellényt, ilyen fényvisszaverő egyéb eszközöket. Megállítjuk őket, és ugye felhívjuk arra a figyelmet, hogy mennyire fontos ennek a Látni és Látszani elvnek a figyelembevétele. Ugye itt van az ősz közepén vagyunk, túl vagyunk az óraátállításon, és ugye tapasztalható, hogy egyre rövidebbek a nappali órák, egyre többet vezetünk éjszakai, és ugye jelen pillanatban is ugye korlátozott látási viszonyok között is ebben az időszakokban nagyon fontos a láthatóság, a látni és a látszani elfontossága. Továbbá kiemelten fontos az is, hogy ha lehetséges, ne sötét ruházatban közlekedjünk, főleg a településen kívül két keréken vagy gyalogosan. Hozzátette, jelen pillanatban Baján csökkenő tendenciát mutatnak a közúti balesetek. A jó tanácsok és tippek mellett ajándékot is kaptak azok, akik megálltak kerékpárjukkal az egyenruhásoknak. A részvőkes stábunk megkérdezte, hogyan figyelnek testi épségükre az utakon. A mellény ez nagyon fontos, meg a világítás, és hát úgy közlekedek, hogy ahol lehet, bicikliúton. Meg az átkelőn, az mindig áttalom a biciklit, tehát ott nem megyek. Meg akkor, ha elsőséget megadják, akkor megyek. Ha nem, akkor arra figyelek. Tehát, hogy még akkor is, ha nekem van elsőségem, megvárom, hogy megadják nekem. A lámpám az mindig működik. Amikor már szürkület van, még nem teljesen sötétség, akkor már bekapcsolom. A kerékpárutakon tetszik közlekedni? Igen, igen. És az átjárón áttalom, mert egy úgy a szabályos. A gyerekeket is szoktam vinni, unokáimat, ezért főként vigyázok még jobban. Amennyiben a kerékpár nincs megfelelően kivilágítva, az intézkedő rendőr ellenőrzéskor helyszíni bírságot szabhat ki, amelynek összege 5-től 50 ezer forintig terjedhet, illetve szabálysértési feljelentést is tehet, tette hozzá a főtörzászlós. Hazánkban a Látni és Látszani kampány december 4-éig tart. A 20. Gardália napokat rendezik meg november 4-e és 6-a között Tihanyban. A hal gasztronómiai fesztivált a tihanyi gardahalászat emlékére szervezik meg évről évre. A vasárnapi halászlé és halételfőző versenyen a bajaiak is minden évben indulnak, és általában kiváló eredményeket érnek el. Idén a Bajai Halászléfőző Bajnokok Egyesülete képviseletében 6-an főznek bajai halászlevet, mondta el Ikotit József. Kiemelte, 3 erős csapattal jelennek meg Tihanyban, 3 örökös halfőző bajnok is tagja a bajai gárdának. Varga György pedig ezúttal is egy különlegességgel készül, a sütés fő alapanyaga a törpeharcsa lesz. A versenyzők számára 4 kilópontot biztosítanak a szervezők, így a tervek szerint mintegy 60-80 adag halásztét osztanak ki az érdeklődőknek a bajai bajnokok. Egyre nagyobb az érdeklődés az alternatív fűtőberendezések iránt. A magas rezsiszámlák elkerülése érdekében sokan keresik az elektromos fűtőtesteket és hősugárzókat, amelyekkel a hűvösebb estéken is biztosítható a kellemes hőmérséklet. Emellett továbbra is népszerű a hatósági tűzifa program, a katasztrófa védelem pedig nem győzi hangsúlyozni, hogy a balesetek elkerülése érdekében szükség van a kémények rendszeres ellenőrzésére. Júliusban jelent meg a kormány rezsicsökkentéssel kapcsolatos törvénymódosítása, aminek következtében augusztus 1-től a korábbinál jóval magasabb összeget kell fizetnie a magyar lakosságnak a gáz és az áramfogyasztásért. Az intézkedés a bevezetést követő hónapban még nem, a fűtésszezon kezdetével azonban már sokak számára okoz problémát. Annak érdekében, hogy elkerüljék a magas fűtésszámlákat, sokan alternatív megoldásokat keresnek.
Erre szolgálnak például azok az elektromos panelek vagy hősugárzók, amelyekkel biztosítható a 20-22 fokos hőmérséklet az otthonokban. Vadai Arnold az egyik bajai elektronikai üzlet vezetője azt mondja, bár a jelen gazdasági helyzetben lassult a piac, a fűtőberendezések iránt nagy az érdeklődés. Itt kérdés, hogy ki milyen fűtési módra szeretné ezt használni, mert van, aki csak szakaszos fűtésre használja, tehát esetleg időközönként bekapcsolja, van, aki például leül egész nap a nappaliba, idősek, nyugdíjasok, esetleg nézi a tévét, bármit csinál, és akkor szeretné temperálni a szobának a fűtését, ezek erre megfelelőek lehetnek. Egyes berendezések akár 40-50 négyzetméteres területet is képesek felfűteni. Így amíg nem köszön be a nagy hideg, vagy amíg nem kapcsolják be a központi fűtést a háztartásokban, addig ezek az eszközök is elősegíthetik a megfelelő hőérzet kialakítását az otthonokban. A katasztrófavédelem minden évben felhívja a figyelmet a balesetek megelőzésére. Statisztikák szerint szeptember végéig mintegy 5600 lakás gyulladt ki Magyarországon. Ezek során több mint 400 ember sérült meg, közel 60 esetben pedig már nem tudtak segíteni a bajba jutottakon. Októberben a térségben is több halálos áldozatot követett a fűtés során keletkező szénmonoxid. A bajai katasztrófa védelmi kirendeltség nemrég ehhez kapcsolódóan tartott sajtótájékoztatót, ahol a szakemberek a veszélyforrásokra hívták fel a figyelmet. A gáznak az égés terméke, a bizonyos szénmonoxid, a szintelen, szaktalan nem érezzük. Akkor bejut a szoba légterébe, és tragédiát okoz. A tragédiák megelőzésében kiemelt szerepe van a rendszeres szellőztetésnek és a kémények ellenőrzésének. A társasházak felülvizsgálatát jogszabály írja elő, ezerint a kéményseprők legalább 2 évente kötelesek kivonulni a helyszínekre. Az időpontokat minden esetben a lakóközösség képviselőjével egyezteti a hatóság. Szarvas Mária 18 éve látja el ezt a feladatot a Kolozsvár utcai tömbben. Mint mondta, a szakemberek legutóbb idén februárban ellenőrizték az égés termék elvezető berendezéseket. Az akció során mindent rendben találtak, köszönhetően a lakók fegyelmezettségének. A folyosón éghető anyagok a menekülési útvonal miatt nem lehetnek. Meg lehet nézni nálunk, a padlás rendben van, a folyosón nincs semmi, tényleg nincs akadálymentes minden, hogyha ne adj Isten valami történne. Úgyhogy erre odafigyelünk, hát a saját érdekünk is, és a másért is, mert sorozatban vagyunk, hogyha ilyen. Úgyhogy nálunk ez nagyon flottul megy. Marika néni minden esetben odafigyel a megfelelő tájékoztatásra, rendszeresen kitűzi a lakókra vonatkozó változásokat a fali újságra, gyakran pedig külön is értesíti az egyes bérlőket és tulajdonosokat az aktuális hírekről. A társasházakhoz automatikusan, a családi házak esetében pedig előzetes jelentkezést követően vonulnak ki a kéményseprők, akikkel a katasztrófa védelem weboldalán lehet felvenni a kapcsolatot. Az ellenőrzés minden esetben ingyenes. A tavalyi évben helyi civilek és állatbarátok gyűjtést indítottak annak érdekében, hogy Baján köztéri szobrot kapjon Béla, a város egykor közismert és közkedvelt kutyája. Az alkotás az Ötvös utcában kapna helyet, annak elkészítésével a szervezők Tölgyesi Pós Anna szobrást bíznák meg. Az emlékműhöz mintegy 2.200.000 forintra lenne szükség, ezt az összeget teljes egészében civil adakozásból szeretnék fedezni. Körmöci Edina, az akció egyik főszervezője elmondta, eddig 925.000 forint gyűlt össze, amiért hálásak a baljaiaknak, az ötlet megvalósulásához azonban további felajánlásokra lenne szükség, így ezután is várják az adományokat, amelyeket a kezdeményezés oldalán található számlaszámokra lehet elutalni. Versenyekkel teli hosszú hétvégéje volt a Mogyi Bajai Judo Klub versenyzőinek. Az utánpótlás sportolók a szerbiai Újvidéken léptek tatamira egy nemzetközi verseny keretein belül. A 44 kg-os Csete Ella első helyen végzett, míg 32 kg-ban Radics Maja és 50 kg-os súlycsoportban Pálfi Lénárd a dobogó második fokára állhatott fel. Ezen a hétvégén rendezték meg Szarajevóban az U23-as Európa-bajnokságot is. A Bajai Egyesületet Andrási Márton képviselte.
képviselte a bosnyák fővárosban. Márton a legjobb 16 között remekül küzdött, de sajnos vereséget szenvedett a későbbi bronzérmes holland versenyzőtől, így számára a 8-ad döntőben véget ért a küzdelem. Vasárnap rendezik meg a már hagyományosnak mondható Mogyi Trailt. A bajai terepfutó verseny helyszíne ezúttal is a Gemenci erdő lesz. A résztvevők három táv közül választhatnak ezen a megmérettetésen is. Vasárnap immár a negyedik alkalommal rendezi meg Szekeres Tibor és csapata a Mogyi Trail terepfutó versenyt. A szervező elmondta, hogy a kezdetekkor ezt egy hiánypótló megmérettetésként indították, hiszen Baján korábban nem volt ilyen jellegű esemény. Én azt gondolom, hogy sikerült kicsikét így megragadtatni így a bajaiakkal a futásnak ezt a formáját is, hogy kimenni a terepre egy kicsikét az erdőbe, a környezetbe, és ott végezni ezt a futótevékenységet. Ez látszik a nevezési létszámokból is, mert ugye az elmúlt pár év egy picikét foghíjas volt az ismert körülmények között, de most úgy néz ki, hogy megint visszatérnek a futók a rendezvényeinkre. A nevezők három táv közül választhatnak. A legbátrabbak 24 kilométeren keresztül élvezhetik az erdő szépségét, azonban akiknek ez túl hosszú lenne, azok választhatják a 18 és a 10 kilométeres etapot is. A rajt és a versenyközpont ebben az évben is Dunafürdőn, a Potyka-csárda előtti téren lesz. A 24 kilométeresek 8:30-kor startolnak, majd a többi futót csúsztatott rajttal indítják a szervezők. A leghosszabb távot indítjuk értelemszerűen először, majd utána a középső távot, és végül a 10 kilométeresek rajtolnak, ez fél órán belül lezajlik. Előnevezések lezárultak, viszont a helyszínen is lehet regisztrálni. Várunk még mindenkit nagy szeretettel, mert van még szabad helyünk. Ugye egy létszám limitet vezettünk be a nevezések elején, de ezt ugye nem ugrották meg a nevezők, és még bárki jöhet és szabadon nevezhet a helyszínen is. Minden rajt előtt fél órával zárul a helyszíni regisztráció. Hozzátette, hogy minden résztvevő rajtcsomagot kap, amelyben az erre az alkalomra egyedileg emblémázott sapka található. A célba érkezőket pedig éremmel és egy tál meleg levessel várják a szervezők. Most pedig főbb híreink következnek egy-egy mondatban. Teázza polgármesterrel. Az egyik nagyáruház parkolójában várt a lakossági fórumra a Szent Istvániakat a városvezetés. Látni és látszani. A nappalok rövidülésével ismét előtérbe került egy gyakran ismételt motto. Versengés a Gemencben. Vasárnap rendezik a negyedik Mogyi Trail terepfutó versenyt. Kedves nézőink, a Bajai Televízió eheti utolsó híradóját láthatták. Legközelebb hétfőn este várjuk majd önöket friss összeállítással. Nem sokára elmondjuk, milyen időre számíthatunk a hétvégén, és a Duna vízállásának adatai is megjelennek a képernyőn. Én a műsort készítő kollégák nevében is köszönöm egész heti figyelmüket, töltsék kellemesen a hétvégét. Viszontlátásra! Szombaton reggel délelőtt a nyugati és középső területeken átmenetileg felszakadozik a felhőzet, majd újra mindenhol erősen felhős, illetve borult idő lesz a jellemző. Többfelé várható eső, zápor. A déli délkeleti szél egyre többfelé észak-nyugatira fordul, sokfelé megélénkül. A Dunántúlon erős, viharos széllökések is lehetnek. Hajnalban 7-13, szombaton kora délután 11-17 fok körül alakul a hőmérséklet. Vasárnap kezdetben erősen felhős lesz az ég, de egyre jobban szakadozik, csökken a felhőzet. A középső megyékben és a Dunántúl nagy részén továbbra is nagy területen marad erősen felhős az ég. Reggel a keleti országrészben még több helyen várható eső, de egyre kevesebb helyen, délután már csak elvétve lehet csapadék. Az északi, északkeleti szelet elsősorban a Dunántúlon kísérik erős lökések. Hajnalban 4-11, kora délután vasárnap általában 13 és 18 fokot mérhetünk, de a tartósabban felhős tájakon ennél pár fokkal hidegebb is lehet.